Sziasztok! Itt van Steamen ez a játék. Cheonchungyanggeon ez a címe. Ez egy koreai kalandjáték, olyan mint a Walking, de csak élőszereplőkkel lett fölvéve. Lehet választani, többféle befejezés, stb. Még az ára se vészes, 4 dollár, az az euró, kb. 1500-2000 forint. Na most, én ezt a játékot megvettem, gondoltam. Kicsit népszerűsítem Koreát, mert amúgy szeretem őket, tehát szerintem jó filmeket csinálnak, jó sorozatokat csinálnak. Még a nők is szépek, nem ez, mert egy férfi, de ez az előző. Tehát ez egész jó, vigyorog, minden oké. Okay. Erre 2 nap múlva a Steamen megjelenik egy hír, fel is dobta nekem ugye a Librariba, hogy a készítők figyelmeztetnek, hogy bárki, aki az ő játékukról videót mer csinálni a YouTube-ra, az azonnal kinyírják a copyright ügyvédekkel. Mert ugye a Google az nem foglalkozik ilyenekkel, hogy ellenőrzés vagy ilyesmi, hogyha bármelyik cég nyomatja ezt a copyright ügyvédeket, ő rögtön kitiltja, tehát neki ez nem probléma. Ez azt jelenti, hogy ha én csinálnék erről egy végigjátszást, és ezt észrevennék, hát még jó, hogy észrevennék, mert gondolom be van téve nekik, hogy minden nap rákeresnek erre a szóra, vagy valami. Akkor a kedves cég, Jevander Co. Ltd. ír a YouTube-nak egy levelet, hogy engem, hogy én megkárosítottam őket, mire a YouTube először is törli a videót, utána egy copyright strike-ot ad nekem. Ami az első figyelmeztetés. 3 copyright strike-ot lehet kapni, a harmadikra kitiltanak végleg is lehet törlik az összes videómat, mert ugye szerzőjogot sértettem, ami a legnagyobb bűn a YouTube-on. És ez már megy, tehát itt írja a csáva a fórumba, mazavs, hogy föltette a videót, és már rögtön jött a copyright strike. Tehát még csak nem is az volt, hogy szóltak, hogy Józsikám, mert töröld már le, vagy valami. Nem! Tehát még arra se veszik a fáradtságot, hogy szóljanak is, hogy hát a törli. De nem, ő rögtön a YouTube-nak szól, ami szerintem kifejezetten undorító, és nem tudom. Tehát szerintem az, hogy valaki fölteszi a játék videót a YouTube-ra, az egy reklám. Méghozzá ingyen reklám, de jobb esetben. Tehát nekem például senki nem fizetett azért, hogy föltegyem a játékot a YouTube-ra, és reklámozzam. Boldogan fölteszem, hogy jó játék, vagy valami. És itt is tényleg, nem is drága, én erre boldogan csinálnék egy videót. 50 feliratkozón van körülbelül most, és biztos vagyok benne, hogy 50-ből 50 embernek fogalma se volt róla, hogy ez a játék egyáltalán létezik. Nekem se volt fogalmam se róla, mert egy haverom mutatta. Na most, ha megcsináltam volna a videót, akkor lehet, hogy 50 emberből, aki most feliratkozik, vagy aki esetleg ide talál valahogyan, meglátja, megtetszik neki, és megveszi saját magának. Tehát ingyen szereztem volna vevőt neki, de nem, ez nem jó, mert mi csinálunk, mindent kinyírunk YouTube-on, copyright-ra hivatkozva. Úgyhogy ennyi lett volna a sopánkodásom. Sajnálom, hogy ezt kellett csinálni, mert tényleg szívesen csináltam volna videót róla, de hát sajnos nem lehet. Úgyhogy amúgy bosszúból visszakértem a pénzt, és a Steam vissza is adta, úgyhogy 1500 forinton van. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó. Sajnálom továbbra is, további jó hétvégét nektek, vagy jó hétközvét. És találkozunk a következő videóban, ami véletőleg nem lesz szerzői jogvédett. És sziasztok!